Na sziasztok, kacok, itt Tomi, és itt vagyunk a Rome Totalwar Karthago rövid hadjárat következő részével, és nagyon királyság van, kapásból is kezdjük, úgyhogy ezt a Scipio sereget itt hátba kéne lögdösni, ugye a lorságommal. És akkor meg is nézzük, rábízzuk a másik sereget az emire. Igen, 3-4 csapat lovasa van, de így nagyjából ennyi. Ugye az én hadvezéremnek van egy pár csillaga, úgyhogy azért nem olyan rossz. Úgyhogy reménykedünk benne, hogy minél kevesebb veszteséggel meg el tudjuk pusztítani őket. Mert hát, hogy el fogjuk őket pusztítani, az biztos, csak hogy azért nem mindegy, hogy nekem mennyi veszteségem lesz. Na nézzük. Jó. Tényleg rábíztuk az emire, jó? Semmi gond. Na nézzük, hogy vannak a dolgok. Ők ugye itt hopliták. Vannak harci dögök. Hát lehet, hogy kicsit várunk. Lehet, hogy kicsit várunk, megvárjuk az erősítést. Hoho. Támad, úgyhogy... 10 is siessetek ide, légy szíves. Oké, nos. Most nagyon gyorsan legázoljuk a lorságát. Nem. A lovas parancsnok túlságosan előre fog jönni. Jó. Na nézzük, mi fog ebből kisülni. Nem bánnám, hogyha jönnél. Hát itt nem fog összejönni az, amire... Mire vártam, úgyhogy... Gyerünk már, ne menj már bele a falangszába! Ja jó, most már belemetsz. Most már teljesen jó. Oké. Nem akartok futni? Oké. Nem tudom, ti hol mentek. Ez így annyira nem jó. Oké. Ott a hadvezére még mindig fut. Az oké, hogy győzelem, csak egy nem annyira jó. Mert a hadvezér életben maradt. Bemelegedett. Hát azt már nem fogjuk elkapni. Sajnos. Ne balfaszkodjatok, léci. Így van. Jó. Oké. Hát figyelj, hogyha hadd azért életben maradt, akkor menjünk utána, tehát az egyértelmű. Tehát én nem fogom itt végignézni, ugye, hogy megint megtámad velem. Jó, egyértelműen megnyertük. Jó, 105 emberem halt meg. Hát az annyira nem sok, így belegondolva. De most az biztos, hogy megyünk utánuk. Ide jött vissza, vagy merre van? Vajon? Aha, a hajón van. Ezeket meg még újra képzem. De jó. Ó, csin, pont most nincsenek hajóim. De nagyon király.
És hát vannak hajóim, csak nem ott. Na jó, mindegy, most akkor nyomhatunk egy kör végét, és mert utána meglátjuk, hogy mi újság. Nem, ezt kihagyjuk, köszi. Na most hol tűnt a serege? Aha, Britannia és a Juliusok szövetséget kötöttek, tehát ez teljesen logikus. Azt rott. Jó. De jó, hogy egyik se szeretne elsüllyedni. Jó, nem érek, idehozzuk a hajókat, mert itt túl sokan vannak már. Ezt el kéne sűjeszteni, meg ezt is, és akkor teljesen boldog lennék. Mhm. Ja. Jól van. Piac. Az úgy jöhet. Őket el... El kéne vinni, újra képezni. Cirtát fogják ostromolni, az egyértelmű. De hát ugye, nekem vannak szent csapataim. Közeleg a vereség, de hogy közeleg? Nem, közeleg itt semmi. Hoho, mit találtam? Jó, a hadvezér elsüllyedt. Hát természetesen a nyomorult Brutus sereg az nem tud elsüllyedni. Isten ősz, hogy elsüllyedjen. Még a végén lenne egy kis győzelmi mámorom is, de nincs. Itt kevesebb ember van, mint volt az előbb. Ez miért van? Jó kérdés. Aha. Nem baj. Most újra képződünk. Igen. És... ott van egy Brutus brigád, amit Tapsus nem fogják bevenni, azt garantálom, úgyhogy... tök mindegy. Huhuhu. Jó. Itt a csatornára beruházunk, és akkor lassan meg fogunk indulni a Scipiók ellen, illetve a Brutusok ellen is. Ohohohohoho. De menő a gyerek, nézd csak, még megtámad, hallod. Azt. Nem áll. Én most Kártágó itt van parancsnok nélkül, hát de örülök neked, hallod. Aj. Legjobbkor haltál meg te is. Na és ő hol van? Ha. Jó. Oké, akkor... hát ez semmi, ez szintén semmi. Hol lehet az a Brutus hajó? Flotta. Vajon? Ugye nyilvánvalóan azt keresem. Ó, hello. Jaj. Jó lesz, jó lesz. Oké, na az összes lorssal. Hova futsz? Hova futsz? Jól lesz, jól lesz. Nagyszerű. Na, itt vannak még ezek is, ugye, hát nem tudom, minek vannak itt, úgy igazság szerint. De mindegy, jó vannak ott. Igen, ugye a nagyon-nagyon durva pontoszi, vagyis, bocs, numídiai sereg. Ugye ostromolgat engem. És Messánából kihozták az erősítést. És hol lett már megint a Brutus hajó? Ott van. És ő mindig rajta vannak az emberek? Na végre. Meredjél meg, Brutus. Ennyit a... hát, azért mondhatni, hogy seregről. Ja, és akkor... ti mit csináltok? Kost? Jó. Úristen. Jó. Ilyet. Velük jönni kéne ide is. És így garázdálkodni. Victory.
Jó, most egy garazdálkodtunk, most visszavonulunk. Jó, és akkor őket itt szétütjük. Az egyértelmű, tehát nekem itt nem fogok csomolgatni. A Szkípióknak már befelegzett, hallod? Tehát már nem, tehát már egy kínjukból strómolnak. De én meg nem hagyom, tehát ennyi lovassal azért full gyalogság ellen nagyon-nagyon egyszerű lesz nyerni. Hát figyelj, hogyha ott maradsz, én megyek utánad. Így. Hát majd gondolod, itt életbe hagylak, nem? Ők majd mennek a hátukba. És akkor egy laza kis rohamot itt lökjünk. Így, ni. Így. Így. Na és ugye majd ők majd mennek a hátukba. Mindent tudjanak elmenekülni. De öcsém, tehát most, hogyha kipipálom az emit, akkor is én irányítom, hogyha nem pipálom ki, akkor is én irányítom. Oké, ember, tehát, hogy így imádom. Komolyan mondom, nem értem ezt a... De azt sem még kitalálta. Haha! Na jó, hát ez annyira nem tartott sokáig. Nem, folytatjuk, megölünk mindenkit. Így van. Na hát ez szerintem jó volt. Jó sok orsom meghalt. Így van. 79 lorsom meghalt, de legalább neki egy teljes ilyen 5 kis kohorsza, úgyhogy jó. Meg hát ugye van itt még egy. Hol menekülsz? Mitől félsz? Hát hogyha már ide jöttél, akkor legyél kemény. Ez az egy kemény csapat, Hastatusszal, hallod? Aj. Ahhoz képest, hogy nagyon nehéz fokozatom van, elég hülye az emi. Nem szarozunk. Hello! Meghaltok, tudtok róla? Hát attól nem fogtok megmenekülni. Ez a dobáljál, mert egy ilyen. Na? Futni vagy valami? Jó. Oké, és... Na jó, ezt is letudtuk. Így van. Nem tudom, mit mondtál, de teljesen így van. Na jó, 19 lovas. Hát az... Belefér. És most jön ugye Messána. Igen. Azt a... Plusz egy vezérés rómaiak elleni harcban, de jó. Plusz 4 vezénylés. Ez nagyon menő. Nagyon kis menő gyereket csinálok belőle, hogy hú. Nem akartok támadni, nem? Nem? Jó. Jó, és akkor most jön az, hogy kör vége, ugye? Így van. Még egy ilyet még bedobunk. Jaj, te. A brutusok azok elsüllyedtek. Így van. Akkor most jövünk és garázdálkodunk. Hoho, mit találtam?
Nagyszerű. Mindig találok valami kis finomságot, hallod? De jó. Én most csak úgy ostromollak, nem baj? Azt a mindenit, mit találtam? Ennek honnan van ennyi embere? Na hát meg még ezek a pláne. Oké. Tehát most azt hiszed, hogy te ennyi emberre fogsz engem ostromolni? Ez egy hadvezér? Na ezért elmegyünk gyorsan. Hát nehogy már ott hagyjuk. Összes hadvezért ki kell írtani, aki az ellenségnél van, és kész. Na. Hol van? Jaj, de kis ügyes félment a dombra. Jó. Na, te eljössz oda. Hogy majd ne tudjanak elmenekülni. Ez jó lesz. Ja. Valahogy így képzeltem én is. Hát nem nagyon tudtak hova menekülni, én úgy látom. Oké, a zsugorit megöltük. Hát most figyelj, hogyha már egyszer ott hagyja magába, hát... Na, érted. Nem tudom, hogy miért vonultak vissza. Meg lehet, hogy valaki megtámadta őket. És oda kell nekik az ember, nem tudom. Annyira nem is érdekel. Én most az érdekel, hogy itt mindig van egy sém sereg. Tehát az miért van? És nagyon idegesítő, hogy nem tudom hány hajót sülyeztettem már el tőlük. És mindig van újabb seregük. És ez idegesítő. Hát itt is megy, itt is van egy... Itt is van ugye a Brutusoknak, ez mindegy, jó lenne esvészteni, csak... Na hát igen, ez a baj. Hogy nem tudtam őket partra tenni. Nem. Na, ez már mindjárt jobban tetszik. 2-4 csapat gyalogos, meg egy lovas, hát az könnyű lesz. És akkor Publius Scipiót megöljük a... Hát, csak úgy megöljük. Jó, na nézzük. Ó, te, nem tudod, mire vállalkoztál? Hallod, lovas előcsatározókkal, ugyan már? Miért a hadvezérem van legszélem? Na jó, teljesen mindegy. Hasztatusz. Na várj, te nem mész sehova, te maradsz a hadvezérre. Igen. Jó. Így. Jó. Na nézzük. Igen, ők futnak. Fut mindenki. Ez teljesen jó. Igen, a hadvezér körbevéve. Oké. Azt nem mondta, hogy el tud futni, köszi. Hát az a baj, ezeket a görcsöket nem fogjuk utolérni. Túl gyorsak. Jó, hadvezér meghalt. Ennyi volt a lényeg.
Megsemmisítetted. Nagyszerű. Akkor most már még messze ne ér. Még azt a Brutus sereget jól lenne elsülyeszteni. Azóta már ki tudja, hol járnak. Ezeknél sose lehet tudni. Aha. Hát remélem nem baj, hogy elsülyeztettelek. Hát nem. Jó. Most itt semmi harag, ugye? Nagyszerű. Na jó, most már azért újra kéne képezni őket. Plusz mondjuk még egy lost be lehet tenni a dologba. De sokáig tart ezeket kiírtani, hallod? Na, nagyszerű. Ideje volt, majd palma növekedjen. Hoppáka, itt egy hadvezér. Senkinek érdez, hogy hogy került ide. De én azt tudom, hogy itt most beszedem magam lorsokkal, és felosztatom a gyalogságot, és támadni fogunk most már onnan is. Mert ennek már nincs értelme, hogy ott tartjuk Tapsoszt, és senki nem támad. Csak egyfolytában várom, hogy úristen, mikor fognak megtámadni. Hoho! De miért nem süllyedsz el? Még ilyet? Aki tudod, menjen át. Görög flott, tehát semmi más nem hiányzott. Így, így. Oké. És akkor... Igen, közfürdő megépült itt. Annak örülünk. Palmában majd épülni fog, igen. Hoppáka. Terjeszkedik, azt megcsináljuk, így van. Ügynök. Ó, vegyem meg a becsületedet. De hogyha több pénzem lenne, akkor nem lennél becsületes. 2, 4, 6, 7. Jó, akkor még egy kicsit várunk. Ott vannak megint a Scipio hajók. Hoppáka. Hozták az erősítést, nézz oda. Állj. Szoros vereség, és ő süllyedt el. Oké. Ez nem tudom, ez mi volt, de jó. Círta, nagyszerű pest is. Ez nem baj, mert könnyebb úgy közrendet fenntartani. Jó. Az baj, hogy a hadvezérem is meg fog fertőződni. És megtaláltam a rohadéknak a seregét, itt van. Jó, akkor most kicsit gyalogságozunk. Úgy láttam, Tapsosznál lesz egy kis háborúsdi. Kovács műhely, hát az mondjuk jó lenne. Templom, igen, messzán az nem sokára el fog esni a halálba. Őket újra képezzük. Jó. Igen. Partra szálltak a kis csávók. Mi kéne nekem? Ez amúgy nem is az én templomom. Vagy de? De. Jó. Akkor egy fegyverkovács. Jó. Palmában nagyon piros a közrend, nem értem. Jó, igen, nagykorúság, na végre, hol? Kártágóba, nagyszerű, pont jó. Igen, diplomácia, az nem érdekel. Jó. Na, akkor. Kicsit felderítőzünk. Aha, ott egy Brutus brigád, azt gondolom, hogy hajóra szeretné tenni. Legalábbis reménykedek benne. És akkor most szépen azt elsügyeztjük, hogyha úgy megadatik a dolog. Na. Hát igen, majd velük kéne csinálni valamit. Egy, kettő.
2, 4 csapat hasztatusz. Kevés még a lorsom. Ott egy Brutus hajó. De ezzel nincsenek csapatok, úgyhogy jó. De őt el fogom sügyeszteni, az biztos. Te itt állsz készen létbe. Igen, igen. Jó. Huhú, Palmában nagyon rosszak itt a dolgok. A szenny, nyugtalanság, távolság a fővárostól. Jó, akkor egy közfürdőben maradjunk. És az úgy jó lesz. Ja, meg igen, hát a helyi őrség is elég gyér ott. Jó. Oké. Uha. Azért ne pirosodjunk be. Jó. Messze állna még 6 forduló. Ezt megvárjuk szépen. Jó, tehát támad a gyerek. És mivel nagyon szar közelharc, most na, csak 4 darab közelharci egysége van, ezért van egy jó kis gondolatom, hogy hogy is kéne ezt megcsinálni. Mégpedig úgy, hogy... ami érdekel, hogy vajon a ballisztákkal először lövetni fogja a dolgokat. Na hát ugye maga a gondolat az az, hogy itt felállítjuk a védelmet. Ugye ez nem újdonság, ezt már láttátok tőlem. De ennek az lenne az egésznek a lényege, hogy nem ennek a védelemnek kell megfogni a támadásukat. Tehát ezek nem azért lesznek ott, ezek csak azért lesznek ott, hogy őket üssék addig, amíg az összes lorssal az oldalukba fogok kerülni. Pedig úgy, így, hogy minden, és na, mind a két oldalról. És az úgy szerintem teljesen jó lesz. Jó. És milyen bejutottak a városba, onnantól kezdve, én majd ugye a hátukba akarnék menni. És igen, a balisztákkal lövet. Aha. Jól van. Ti mik vagytok? Aha, status... Uhú. Őket mondjuk el lehetne kapni oldalba. Lazám. A hadvezér, igen. Ezek csak sima kis velitek. Jöjjünk ide, és akkor hát majd a lorságát ide hozza. Akkor is nyerünk, úgyhogy tök mindegy. Itt azt azokat Frankon oldalba tudom kapni. Jó lesz ez. Gyerünk oda. Jó. Így. Nem szarozunk oldalba kapni őket, nagyon vicces lesz. Ó, és elindultak. Jó, igen. Na hát ez sokáig tartott. Jó, kapjuk el a veliteket is. Ugye, ahogy vártam, egyből beküld mindenkit, aki létezik. Én közben itt legyalulom, akik hátra maradtak. Jó, a hadvezér védtelenül maradt, igen. Nagyon pompás. Ez nem gondoltam, hogy ekkora puszítást fogok csinálni 3 csapat lovassal.
Így, így. Hadvezér a lényeg. Ó! Aha, kicsit siessünk. Jó lesz. Azt a rohadt, ezek nagyon be fognak törni. Te egyelőtt csak ide. Te meg nem merjél halni, hallod, mert... Tehát most konkrétan szarrá gyalázták az összes gyalogosomat, aki itt volt. Az úgy jó. De nem baj, nekik már nincs hadvezérük. Nekik elvileg futni kéne. Ja. Ezekkel én nem közelharcba szerettem volna dolgozni. Aha. Jó, valaki segítsen. Ez eddig jó. Oha, igen. Jó, nem tudom ezek meddig tartják még magukat. Igen, hát őket majd mindjárt legyaluljuk. Mi ez a laggolás? Nem tudom. Azt tudom, hogy ott jönnek a harci dögök. Ott megvelitek. Őket kapjuk el. Hú, hát na ez vicces. Ez vicces volt. És még nincs vége. Aha. Mekkora védelem is. Na, mekkora védelem van ott a főtérem. Ja. De utálom a harci kutyákat. Öcsém, hát nem tudom mondani, hogy rühellem. Na most itt mér rá mindenki az ajtóba, vagy hogy így... Haladjatok már ide. Ember, ezek most tényleg ennyire gyökerek, vagy... Hoho, engem lő egy balliszta. Vagy mi? Valami lő. Jó, mindegy. Ott azok. Jó. Akkor most már szerintem ideje ebbe menni. Bazd meg! Ó, Istenem. Jó. Hát az rettenetesen ügyes volt. Öcsém! Ne már! Hú, te! Na jó, most nem mondok semmit. Kis ki is írtották egy csin, hát fú, te! Na most meghalnál, hogyha lenne pénzem, de az sincs. Úgyhogy Tarentum is itt van üresem. Annyira jó lenne elfoglalni, csak hogy nem tudom. Jó. Öccse. De miért nincs semmi pénzem? Ez annyira rossz, tehát nem tudok miből gazdálkodni. És ez idegesítő. Na, mert most múlt el a Pest is már megint.
Jó, Kártágónak készíti kovács műhely. Akkor lovasokat csináljuk, és kész. Itt is kész lett, nagyszerű. Oké. Hát ez azért cumi volt. Hallod, ez vicces volt. Nem baj, annyira nem fogom visszasírni, de vissza fogom foglalni mindjárt. Csak először kéne egy kis pénz. Még azt várom, hogy ezeket hajóra rakja, mert tuti azt akarja a gyerekek, és az... Fú, te! És kapásból el fogom sülyeszteni. Azt garantálom. Csak tegye már őket hajóra. Nem? Ott is van egy, igen. Jó az, jó az. Ennyi volt a Brutus sereg. Teljesen megérte kiképezned, öcsém, tehát hát ez nagyon vicces. Jó. Meg is van, hogy mi lesz a következő célpont, ugye? Hát a Kroton meg a Tarentum. Jó, ez a hajós biznisz most úgy látom nagyon működik. És gyerekek, egy hajón se veszett oda, tehát hogy így... Azt a mindenit. Jó, csináljunk kövezett utakat, hogy minél hamarabb visszafoglaljuk, igen. Továbbra is körvége. Hú, gyerek, te! Hát te nagyon beszívtad. Mekkora egy sereget... Úristen! De látszik, hogy emiatt úgy, tehát hogy ott van egy vagonhajóm, és akkor még direkt rárakja egy darab hajóra a seregét. Nem, ez csak tényleg csak emi lehet ilyen hülye. Na mindegy, meg lesz messzán, azzal nagyon boldog leszek. Hát az ugye még mindig kérdéses, hogy honnan fogom én a sereget kihozni, hogy messzán hát elfoglaljam. Az még valóban mindig kérdéses. Hát mondjuk innen. Vagyis nem Messánát, hanem Krotont. Na, igen. Na, félre beszélek. Nem, te nem kell, ezt ilyen őszhajú vagy. Nem már sem, egyik hajónál sincs sereg, de kár. Igen. Jó. Hát ez annyira nem izgott, messze van a következő körben meg lesz, szerintem csak úgy lazán fel fogja adni. És gyerekek már Kártágót kémkedi, hát ez vicces. Jó. Messze hát ki fogjuk írtani, hogy legyen pénz, mert most így nincs. Így van. És nagyon vagány feladták, simán feladták a dolgot. Ami azt jelenti, hogy ezt a lovas sereget tudom vinni Krotonhoz. Hoppá, ott egy sereg. De mocskos vagyok. Azt, ott is egy sereg, hoppáka. Teljesen jó. Jól van, na. Nézegessük már így. Már kezdem élvezni ezt a végigjátszás, komolyan mondom. Azt hittem, hogy ezeken is katonák vannak. Hát mondom, ilyen már nincs. Jó, maradjunk egy bazárnál. Itt lövetjük a lovasokat. Így van, persze, hogy ilyen való. Legyen egy városi, nem tudom mi legyen. Legyen egy piac. Palmánál mi újság van, legyen itt egy kőfal. Igen. Szürakúzánál legyen egy piac, ott is. Most hál' Istennek van pénz, úgyhogy most építkezünk, mint az állat. Itt legyen bazár, minden rámegyek a pénztermelő épületekre. Úristen! Végre ő nyert a hajó csatában. Nem kell ilyen. Jó. Ott megy, ott megy, ott megy. De jó lenne ott elkapni. Nem. Úristen. Hm.
Jó, akkor ennyi lovast viszünk. Mennyi az utamból? Ez nem nagy cucc, hát ez meg pláne. Na nézzük, lehet, hogy már most meg lesz Kroton. Azért az vicces lenne. Hát kettő része van osztva a sereg, úgyhogy nem lesz nehéz legyalulni mindet. Ja. Na, mielőtt még bármi történik, gyorsan lerohamozzuk őket. Egyni. Jaj, de tudnak pilát dobálni, egyen meg. Jó. Oké. Nem érdekel. Nem érdekel. Na nézzük itt, hogy lesz. Igen, én jászok. Na, őt kéne ott. Ja, úgy döntöttem, hogy ketté osztjuk a brigádot. Így valahogy. Aha, aha. Aha, aha, aha. Na most akkor... Így. Hát reménykedek benne, hogy nem fognak megfutamodni. Aha. Hát itt már futnak, úgyhogy itt nincs nagy gond. Jó. Még 10-en vannak? Úristen. Levágni mindenkit, gyerekek, nem futhat el senki. Jó, megvan Kroton. De nagyon jó vagyok. Örömömbe lebasztam a mikrofont, jó? De most... Na, azért mondom. Ja. Jó, igen, oké, na. Ide Krotont nekem. Ó, oh, de jó már. Már kezd beindulni a kártágói biznisz. Na kiírtjuk Krotont is, hát mit érdekel engem? Ugye? Jó, akkor most csak újra képzünk. Felhúzzuk az adókat egy kicsit. Ezt innen eltakarítjuk. Köszi. Tarentumot ugye sokkal több ember védi, hát ez kész viccecsém ez a Brutus gyerek. Jó. Palma miért piros mindig? Nem tudom hányan lehetnek itt, de lassan már elégnek kéne lenni a lovasságnak. Nem baj. Itt is csináljuk a lovasokat, mégpedig azért, mert még ugye a skipjók is ott vannak. Tehát az csak egy dolog, hogy most a brutusokat legyalulom. Hadi kaszárnya is még mindig nem tudok csinálni izét. Mi az? Szent csapatot. Ez teljesen jó így. Jó. Na. Menj már innen. Jó, átképezzük a hajókat, és elkezdjük csinálni itt ugye a gyalogságot. Mert ugye Kroton az védelem nélkül lesz, hogyha kiviszem onnan a lovasságot, mivel Tarentumot el akarom foglalni. Jó, egy csapatot ott hagyunk. És akkor majd ezt a következő körbe utánuk küldjük. Jó, nézegessük meg, hogy itt mi újság. Hát, azok nem jók.
Ne! Tényleg azokat el is felejtettem. Jó van. Hát mindig annyira nem is érdekel. Úgyhogy teljesen mindegy. Na jó van. Hogy állunk? 8. Jó. 15. Úristen. De még hogy Ibériával mit fog csinálni, az meg jó kérdés. Fú. Na igen, az meg jó kérdés. Jó. Ide egy közfürdőt. Palmába egy nagy templomot. Szürakúzába egy közfürdőt. Krotonba pedig egy bányát. Jól van. Na, skacok, ennyi lett volna ez a rész. Remélem tetszett nektek. Én Tomi voltam. Sziasztok!